Az egész innen indult, hogy szeretni kell a közönséget, és ha én szeretem a közönséget, akkor azt ő érzi, és ő is szeretni fog bennünket. Akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi legyen a neve a színháznak. Én azt szeretném üzenni a mi darabjainkkal, a díszleteinkkel, a jelmezeinkkel, hogyha bejön az ifjúság, vagy bejön akár a középkorosztály, vagy az idősek. Nem mindenki tudja például, hogy 1876-ban milyen ruhákat hordtak, vagy milyen volt a díszlet, akkor én mutassam meg. Én fölvállalom, hogy szórakoztató előadásokat akarok csinálni, vígjátékokat, zenés darabokat. Persze, hát van benne Móricz Zsigmondtól kezdve Tamási Áronon keresztül, Shakespeare-t is mutattunk, tehát komoly dolgokat is csinálunk, de attól még mi egy polgári színházat szeretnénk, ahol értem, hogy miről van szó.